Ma már a jellegzetes mediterrán növényeket akár otthonunkban, a kertben vagy a teraszon is nevelhetjük némi odafigyeléssel és törődéssel. Köszöntöm nézőnket, Vizsgás Antal, itt a tubarózsák mellett beszélgetünk. Már most lehet látni a sorát, bár nem elégedett, ahogy itt az előbb elmondta nekünk. Hát, igazából nem vagyok annyira elégedett. Tavaly ilyenkor jobb állományom volt. Nem is volt erőteljesebb, bár időarányosan nehéz ezt most megmondani. Csak most nem bújt ki annyi, mondják itt így a kunok, hogy nem bújt ki. Hát mondom, ez se bújt ki minden, amit én szerettem volna, és kicsi az esélye, hogy majd ki fog jönni. Tehát a türelem virága egyébként, tehát ez nem úgy működik, hogy elhajítom, aztán már másnap terem vagy virágzik. Itt nagyon ki kell várni azt, hogy mikor lesz olyan növényem, amely lesz majd virághajtás. A tuborózsa ez egy érdekes dolog. Annak idején, mikor megkaptuk ezt a hagymát, még Szabó Pistától, tordai származású barátunk, kollégánk volt, vagy már most volt csak ugye menősítni dolgozni. Ott a feleségemnek, hogy próbáljuk át, hogy én is úgy voltam, hogy jó, mi ez, minek ez, meg bedugtuk a fasorba, aztán vagy megkigyomláltuk, vagy nem, mert se tudtuk, hogy mikor jön, meg hogy néz ki. És utána lelket, vagy 6-8 év, amikor rájöttünk arra, hogy nézzed, hogy majd virág is lesz, és akkor ennek már most lassan 20 éve, itt most tartok ott, most kezdem megtanulni, hogy a tubarózsát mit is szeretne, mit is akar, és mit is kellene vele kezdeni, hogy egyáltalán tudjak róla beszélni, meg hogy tudjak valakinek tanácsot adni, hogy na most ez vagy az vagy. Ennek a terültetése azért nem egyszerű dolog, tehát itt nem úgy működik, hogy behajítom valahol, vagy megtalálom, vagy nem. Ennek amit én elkövetek vele, már az is egy borzalmas dolog. A kardvirág azért már egy picit jobb állapotban van. Igen, a kardvirág az a növény, amelyiket hát korábban lehet, időre most nem tudom pontosan, de ez március végi ültetés, ami azt jelenti, hogy ott 4 sor kardvirág, olyan 60-70 tő egy soron, az előbb van, tehát bíz van abban, hogy az időeltolódás az esetleg bejön, és akkor az első ültetés az elvirágzik, és a másodikkal majd folytatom. Ez úgy is van irányítva, hogy az erőteljesebb hagymákat, vagy gumókat, azokat ugye próbáltam kiszedni, és azok erőteljesebb növekedést mutatnak, tehát van esély arra, hogy most egy normális viszonyok között 2 hét múlva lehet kardvirágot szüretelni. Akkor melyik az is színkavalkád lesz, hiszen nagyon sokszínű. Hát aránylag sokszínű, de rózsaszín a domináló. Tudnélik a vásárolt egyéb ezotikus színek azok, vagy nem bírják ezt a körülményeket, és azok mindig úgy elfogynak. Van mikor újítok, de egyébként nem jellemző. Nekem az a rózsaszín az éppen gyönyörű, az bírja a természeti hatásokat is, hát mondjuk akármit nem bír el, de nagyon szépen sokáig tartja. Itt biztosan úgy fogalmazott az előbb, hogy a 20-as villanyoszlop a kert végében van, de azért vannak még jellegzetes virágok, ami alapján meg lehet találni az ön kertjét. Igen, hát a családom, a kisebb lányom a Detroitba élt 1,5 évig, és onnan hoztak ilyen virág, meg egyéb magvakat, és abból ez a úgynevezett folyófű származék, tehát egy convolvulus faj, nak egy virágfajtája, amelyik gyönyörű, ilyen kék, égszín kék lilás virágot hoz, ez délelőtt gyönyörűen díszlik, és délután lebecsugódik. Ez egy ilyen eltörülő elfolyó is növényke, és azt tettem annak idején az út mellé, hogy ott lássák mások, hát én a kert közepén hiába teszem, ott már nem látják a tolvaj, meg nem az ilyen virágot nézze, és akkor mellette szokott lenni még őszi rózsa, vagy legény rózsa, most a legény rózsát az nem vetettem, mert az egy nem igazán olyan. Nagyon szép a virág, de temetőben nem jó, mert egy nap után az tönkre megy, és ezek vannak ott az elején.